Szép estét kívánok! Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelentés, jósold meg a jövőt hippokrateszi gondolattal. Köszöntöm vendégemet, Bucsi László professzort, a Fejér megyei Szentgyörgy Kórház Egyetemi és Oktatókórház intézményvezetőjét, az orvostudományok kandidátusát, címzetes egyetemi tanárt. Nos, hát egy életút interjúra invitáltam önt, annál is inkább, mert hogy idestova 40 esztendeje, hogy letette az orvosi esküt, és székesfehérvári fiatalként. Ami nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy az Ybli Miklós gimnáziumban érettségizett, és tudatosan választotta ezt a hivatást. Én azt gondolom, hogy ez a tudatosság határozta meg eddigi pályáját, és ennek próbálunk utána járni, hogy milyen állomásai voltak. Kezdjük az Iblinél talán. Hogyan választott hivatást magának? Mindenek előtt szeretném megköszönni ezt a megtisztelő meghívást. Valóban 1975-öt írunk, amikor érettségiztem, tehát 71-be kezdtem értelemszerűen a gimnáziumot, és két biológia tanárom is volt, Szipola Tibor osztályfőnököm, aki biológia tanár is volt, vele kezdtünk, és ha jól emlékszem, akkor a harmadik osztálytól volt a váltás, ő átment a akkor még talán József Attila gimnáziumba, a későbbi Ciszter gimnáziumba, és Gorzó György lett az osztályfőnökünk és a biológia tanárunk, és biológia szakkörön igazából ő kapacitált arra, hogy ebbe az irányba menjek. Nagyon jó tanuló volt, ugye mondanunk sem kell, hiszen igen. A Sotére úgy lehetett bekerülni akkoriban is. Igen, akkor még ez a 20 pontos rendszer volt, és 19,5 ponttól fölfele lehetett bejutni. Az alatt már nagyon komolyan szórták az embereket. Igen, 19, utólag megtudtam, 19,5 ponttal jutottam be, és hálás vagyok a biológia tanáromnak, Kisteleki Tibor fizika tanáromnak, ugyanis ez a két felvételi tárgy van az orvosi egyetemen. Még a mai napig most úgy tudom, a kémia is hozzájött még, tehát lehet választani. Tehát a fizika-biológia kellett hozzá, igen. Kik voltak azok a professzorok, akiknek sokat köszönhet, akik megadták azt az indítatást, ami máig elkíséri? Az egyetemen ugye az elméleti tárgyaknál nagyon sok ilyen volt, hát a legnevesebb Szent Ágotai János volt az anatómia professzora, élettanon Bálint professzor, és igazából az én pályámat azt Viszketi Tibor professzor határozta meg, ugyanis a végzés után pályáztam három állást, kettőt Budapesten, egyet Székesfehérváron, akkori traumatológiai osztályon frissen kinevezett Sánta Ernő tanár úr vezette, amit meg is kaptam, de mivel megkaptam a budapesti állást is a ortopédiai klinikán, és akkor már ismertem jelenlegi feleségemet, és úgy döntöttem, hogy talán használ az, hogyha nem szakadunk el, nem jövök el Fehérvárra, ő ugye akkor harmadéves orvostanhallgató volt, és így a Budapestit választottam. Tehát ez is belejátszott, és a budapesti ortopédiai klinikán kezdtem el 1981-ben. Ugye 85-ben szakvizsgázott, de ahhoz tudnunk kell, hogy ortopédiából, hogy miként választott szakirányt. Hát mindenképpen valami manuális szakmát kerestem, és az ortopédia, traumatológia azok nagyon közel vannak egymáshoz. Mellesleg a harmadik pályázat az traumatológia volt az egyesebészeti klinikán, amit szintén elnyertem, de mégis az ortopédiát választottam. Én már akkor láttam, és Amerikában ez úgy volt, már az első szakmák közé tartozott szívsebészet, ortopédia, és ugye a fehérvári is traumatológus állás volt az egyesebészeti klinikán is, és ez az egy volt ortopédia, és ezt választottam, és nem bántam meg azóta sem. Mikor gondolt rá először, mert nyilván ez egy folyamat volt, hogy tovább kell lépnie? Gondolok itt elsősorban arra az időszakra, amit például Angliában töltött, ugye a Walesi határtól 9 kilométerre egy olyan csodálatos helyen, ami ugye évszázados volt, hiszen az a klinika 1900-ban alakult, megnéztem, és fantasztikus híre van ma is. Nagyon tájékozott, valóban így van, de ezt megint csak Viszketi Tibornak köszönhetem, akkori professzoromnak, akinek volt ez a kapcsolata. Ez valóban egy nagyon komoly posztgraduális centrum, a mai napig a világ Amerikától Ausztráliáig oda járnak képzésekre emberek.
és ő az ottani ausztrál származású O'Connor professzorral egy kongresszuson ismerkedett meg valamikor, és olyan jó kapcsolatot ápolt, hogy sorba küldhette a fiatal kollégákat. Én már harmadik, negyedik voltam az ortopédi klinikáról, itt ebben a posztgraduális centrumban, ami hihetetlen alapokat adott a későbbiek. Ugye csipőtérd és gerincsebészetet tanult, tehát ez azt jelenti, hogy specializálódott. Miért pont így választott? Ez egy első menetben egy általános ortopédiai ösztöndíj volt, és az ortopédiában a mai napig a csipő és térdsebészet az uralkodó. Most már kezd feljönni a váll és az egyéb izületek, de abban az időben a csipő és a térd az volt a meghatározó. És egy második ösztöndíjjal, tehát megalapozva ott a kapcsolatokat, a professzorral én is közeli kapcsolatba kerültem, megismertem az ottani gerinc osztálynak, gerincsebészeti osztálynak a vezetőjét, professzor Eisenstein, aki egyébként a filmrendezőnek egy rokona. Mikor Magyarországon járt, akkor a magyar televízió be is hívta, és egy interjút készítettek vele, itt kiderült, hogy milyen közeli rokonságban van a filmrendezővel. Nem is ez a lényeg, tehát megismertem őt ott, és visszahívott egy pár év múlva. 88-89-ben voltam általános ösztöndíjjal, és 92-93-ban az ő osztályán töltöttem el egy évet gerincsebészet témában. Tehát ez a történet önmagában is filmszerű, ha úgy tetszik. Mit lehetett átemelni, átörökíteni a tanultakból itthon? Hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy egészen kivételes lehetőség egy fiatal orvosnak. Igen, hát Anglia élen járt csipő, főleg csipőprotetikába. Charnley professzor nem messze Oswestry-től, ettől a posztgraduális centrumtól van Writington. Writington az egy szintén méltán híres, Sir John Charnley ott tevékenykedett, és ő találta ki a ma is működő elvet az endoprotetikában, az úgynevezett low friction arthroplasty, ami azt jelenti, hogy egy olyan ötvözetet hozott létre, hogy a műanyag mozog a fémen, és ennek megfelelően a low friction az egy ilyen kisi surlódás elve alapján évekig, évtizedekig elműködik egy élő szervezetbe, úgyhogy nem kopik el, és fájdalmat megoldja. A hazatérése után értelemszerűen hasznosította ezt egyik oldalról a PhD fokozat megszerzése, másrészt pedig ugye maradt a Schutte ortopédiai klinikáján, ahol egyetemi docens lett. Ez egy nagyon-nagyon komoly lépcső volt fiatal orvosként. Igen, ez egy hála volt Viszkeledi Tibor részéről, ugyanis engem marasztaltak ott Oswestry-ben ezen a helyen. Azt szerették volna, hogy ott maradok, és fel is hívtam a professzoromat. Ugye tartoztam neki annyival, mivel ő küldött ki első alkalommal is, és abból következtek aztán a következő ösztöndi és az elismerések, hogy ezt az ajánlatot kaptam, hogy mit szól hozzá. Azt mondta, hogy rá itthon van szükség, gyere haza, és mivel ő engem kiküldött annak idején, tartoztam annyival, hogy szót fogadok neki, és visszajövök, és vissza is jöttem. És ezért tulajdonképpen kaptam is egy osztályt, ott egy 13 ágyas osztályon dolgoztam az ortopédiai klinikán, PhD-t megszereztem, és a legfiatalabbként lettem egyetemi docens a Semmelweis Egyetemen, és ezt mind annak köszönhetem szerintem, hogy hazajöttem és szolgáltam tovább a magyar betegeket. Igen, hát ez egy szolgálat volt, viszont az útja Székesfehérvárra vezetett. Ez kényszerűség volt, vagy kapva kapott az alkalmat, hogy hazajöhessen? Én, amikor elindultam az egyetemre, mondjam azt, hogy talán szüleimnek is megígértem, ez benne volt, de azért ettől el lehetett volna tántorítani még, hogy nem jövök vissza, de valahogy ez úgy mindvégig megmaradt, hogy ezt megígértem, és erre készültem. Ezt mindenki tudta rólam, és annak idején az akkor igazgatónak is megsúgták, főigazgatónak, akkor lehet, hogy orvosigazgató volt, és Nyári Ildikó főorvosasszony volt a főigazgató. Az orvosigazgató megkeresett, hogy hallotta, hogy én valamikor nagyon régen mondtam, hogy én vissza fogok jönni Fehérvárra, hogy tartom-e még az ígéretemet. És egy nagyon szép karrier volt, egyetemi docens, aztán kifutás is lett volna még tovább. De ennek ellenére azt mondtam, megígértem,
és tudtam, hogy Fehérváron nagyon jó volt az infrastruktúra, a műtő, a felszereltség. Perjes főorvos gyakorlatilag felépített egy olyan osztályt, amibe csak bele kellett ülni és vinni tovább. És ezt teljesítettem. Közel 20 esztendő után visszatért, egy komoly karrier hagyott ott, ha úgy tetszik, bár folytatódott természetesen, viszont itt újra kellett építkeznie. Hogy kezdte az ortopédiai munkásságát itthon? Nem nagyon kellett építkezni. Érdekes módon, ha az alapok megvannak és azok megvoltak, akkor csak futtatni kellett tovább az osztályt. És ami érdekes volt, hogy olyan hálás volt az ortopéd szakma nekem, hogy gyakorlatilag elsőként volt egy-kettő fecske, akik kimentek egyetemről vidéki osztályra, de nem volt szokás, nem volt divat, és annyira értékelték, hogy például a titkos szavazással a társaság főtitkára majd elnöke is lettem vidékiként. Ez mindig Budapesten szokott eldőlni, vagy az egyetemi városokból, ugye Debrecen, Szeged, Pécs, onnan szokott lenni a társaságnak az elitje, a vezetője. És vidéki, akkor még nem is egyetemi oktatókórház, közkórházból megint csak azt mondom, hogy elismerés, hála, hogy én vállaltam az úttörő szerepet, hogy megmutatom azt, hogy vidéken is van élet, titkosan megválasztottak erre az első funkcióra. Tehát ez abszolút megerősítést jelentett. Abszolút megerősítést jelentett. Emellett pedig nyilvánvaló, hogy fontos volt, hogy megtarthatta, ahogy tetszik, az angliai kapcsolatainak köszönhetően a manchesteri munkát is. Így van. Megmaradtak a külföldi kapcsolatok, sőt aztán Viszkeleti Tibornak köszönhetem megint az Európai Ortopéd Társaság. Mondhatnám azt, hogy alapítói között voltam ott, mert valami miatt nem ért rá, és azt mondta, most jöttél haza Angliából, beszéld a nyelvet, nem érek rá, menjél már el Marentinóba. Ott alakult az EFORT, Európai Ortopéd Traumatológusok Társasága, és helyette ott voltam 31 néhány évesen, és azóta is, ha bármikor szó van arról, hogy kik vettek részt az Európai Társaság alakításába, akkor az én nevem ott van az akkori nagy professzorok között, akkor fiatal, szerintem még tanársegéd voltam, amikor engem oda delegált. Ugyancsak ő vitt be a nemzetközi társaságba, a SICOT-ba, ami a világtársaságunk, ortopédtrauma világtársaság, amelyiknek most lesz a kongresszusa, lett volna 20-ba, de a Covid miatt halasztottunk egy évet, és még most is lehet, hogy virtuális lesz sajnos. De sikerült elhoznom, még senkinek nem sikerült Magyarországra hozni ezt a világkongresszust, ez lenne szeptemberben az eukarisztikus világkongresszus után. Igen. Annyira bíztam benne, vagy bízom benne, hogyha az eukarisztikus világkongresszus, amelyikre annyian imádkoznak, hogy talán annak a szelével el tud menni ez a világkongresszus is, de éppen most levelezgetek, hogy nem nagyon akarják a vezetők, indiai vezető, most indiai az elnök, az előző amerikai volt, és ugye Indiában most nagyon tarol a Covid, és egyszerűen félnek attól, hogy egy teljes ráfizetés és teljes csőd lesz, és úgy látom, hogy virtuális fele megyünk sajnos. Igen, ha már az eukarisztikus kongresszusról van szó, azért ők visszatérnek bizonyosan most már, legalábbis nemrégiben kérték tőlem Pacelli bíboros rádióbeszédét, amit ugye 1938-ban mondott, a később 12. Pius pápa, de hát bizakodóak vagyunk. Viszont itthon nagyon sok mindennek kellett történnie ahhoz, hogy ez valóban egyetemi és oktatókórház lehessen. A folyamatos fejlődés záloga pedig egy olyan orvoscsapat, akik, ahogy ön is említette, Kuhár főorvos úr vezetésével, illetve Perjes főorvos úr, de sorolhatnánk a neveket, mindent megtettek azért, hogy ezt a szintet elérjék. Ezek fontos évek voltak az ön pályafutásában is? Mondjuk az ortopéd osztályról beszélünk. Igen, itt nagyon érdekes változások mentek végbe a mozgásszervi sebészetben. Székesfehérvár volt szinte az egyedüli, amelyik kórház létrehozta a mozgásszervi sebészeti centrumot, vagyis az ortopédiát és traumatológiát. Az előbb már említettem, hogy a két szakma, én is azért választottam, hogy nagyon közel áll egymáshoz.
És végbe ment egy olyan folyamat az EU-val, hogy ezt a két szakmát megpróbálták összehozni. Például Angliában ortopédiának hívják a traumatológiát. Tehát nincs is olyan traumatológiai osztály, ortopéd osztályok vannak, és ők csinálják a traumatológiai ellátást is. Két vonulat van, a német és az angol vonulat, és mindvégig vita volt, hogy akkor most hogy legyen, mind legyen. És nagyon sok olyan egyéb tényező is közrejátszott, nevezetesen az, hogy például a traumatológusokat nem fogadták el külföldi munkára, csak ortopéd szakvizsgával. A két szakma leült Magyarországon, és azt mondták, hogy rendben van, az ortopédia bevállalja azt, hogy a traumatológusoknak megszervezi az ortopéd szakvizsgát, az ortopédek megcsináltak a trauma szakvizsgát, és gyakorlatilag 10-15 éve már közös a szakvizsgánk is. Tehát ha ma végez egy szakvizsgázik egy kollega, az ortopéd traumatológus szakvizsgát kap egyből. Nekem csak ortopédia van, az én koromban csak traumatológia volt párhuzamosan. Még egyszer mondom, 10-14 éve körülbelül már egy szakvizsga van. És itt a centrumban 2008 óta összehoztuk az ortopédiát, traumatológiát, késsebészetet, sportsebészetet egy ernyő alá. Ezt hívjuk úgy, hogy mozgásszervi sebészeti centrum. Én vittem az ortopédiát még emellett, külön vitte egy vezető a traumatológiát, egy részlegben működött a sportsebészet Apkarovics főorvossal, és a késsebészetet Szarvas főorvos egy részleget vitt külön, és az egész együtt volt egy mozgásszervi centrum. És most, áprilistól viszonylag könnyű helyzetben voltunk, egy fantasztikus, vele is érdemes lesz majd elbeszélgetni, egy világhírű fiút sikerült idehozni az én helyemre. Most, hogy én főigazgató lettem, és úgy néz ki, hogy most már végleges a kinevezésem január óta, de én már korábban is gondoltam, hogy a helyemre ezt a fiút hazahozzuk. Zahár Ákosról van szó, így van. Zahár Ákos kollégám, ő nekem főtitkárom volt, amikor a társaság elnöke voltam, az ortopédiai klinikán dolgozott ő korábban. És amikor kiment Németországba, úgy adódott, hogy 9 évet töltött Hamburgba, ez a mi fellegvárunk Németországba, Európába. És megpályázott egy berlini osztályvezetői állást, ahol 3 évig osztályvezető volt, de soha nem akart élete végéig kint maradni, és mondtam neki, figyelj ide, itt elő van készítve, kész van, én most kiszálltam ebből, te idejössz, és működteted tovább, és világszínvonalra tudod futtatni, amit már itt mi beletettünk energiát. Egy picit hozzáteszel, és világhírűek leszünk. És itt vagyunk, megvagyunk. Április 1-e óta itt van. Mennyit változott a térd és csípő protetika, illetve a revíziós sebészet a pályafutása kezdete óta, hiszen ezt tudjuk, hogy ez számára rendkívül fontos. Igen, az elvek ugyanazok, ugyanolyan elven működnek ezek a protézisek, különböző cégek beletesznek know-how-t, ezt-azt módosítgatnak, de az alapelv ugyanaz. Ez olyan, mint egy autót, a négyütemű autót megcsinálták, és van belőle Volkswagen, van belőle Mercedes, van belőle különböző fajta. Tehát ilyen különbségek vannak. Maga az autó ugyanúgy működik, a négyütemű autó ugyanúgy működik. Protézis is ugyanúgy működik, csak vannak ilyenek, olyanok, amolyanok. Nagyon fontos a Pécsi Tudományegyetemen vállalt szerepe. Én azt gondolom, hogy ez is egy újabb lépcső ahhoz, hogy amiről eddig beszéltünk, a széles körben elérhető legyen az orvostársadalom számára. Ugye ez a külső ortopédiai tanszék vezetésről beszélek most. Igen. Van egy nagyon aktív és szintén tehetséges, velem egyidős, tehát mi már a pályánk csúcsán túl vagyunk, Izbéki professzor, gasztroenterológus. Ő az orvosigató helyettes, tudományos oktatási orvosigató helyettes évek óta. Tulajdonképpen neki köszönhető ez az egyetemi oktatókórház és ez a tanszékesítés, az ő csapata a transzlációs dolgokba, Pécsi Egyetemmel szoros együttműködésbe, ő jelölte rajta keresztül, illetve Bejei professzoron keresztül, aki a Dunántúli régiónak a felügyelője a Pécsi Egyetemtől, ők jelölték gyakorlatilag a mozgásszervi centrum részét, egy kis részét, akik olyan emberek, akiknek megvan a megfelelő tudománymetriai adataik, hogy a Pécsi Egyetemnek egy külső tanszéke jöhessen létre. És ez gyakorlatilag december közepén volt a szenátusi döntés arról, hogy a mozgásszervi centrumon, sebészeti centrumon belül egy ortopédiai külső tanszék a vezetésemmel alakul,
egy PhD-s kollega, egy PhD-hallgatós kollega, illetve a német oktatás miatt fontos a mostani megbízott ortopéd osztályvezető Dobos Ferenc kollégám, így négyen elkezdtük, ugye most csatlakozik hozzánk majd Zahár főorvos, úgyhogy egy igazi egyetemi, valóban külső tanszék, mert nem ott van a Pécsi Egyetemen, egy tanszék indul el, és az oktatás, a PhD képzés területén már léptünk is előre, de sokat fogunk előre lépni Zahár Ákos beléptével. Nos, a főhajtás és a köszönet a beavatkozások gyógyultjaitól természetes, ugyanakkor nagyon fontos, hogy azt az utat, illetve azokat az új eredményeket megismerjék mások is. Ehhez viszont publikálni kell, amelyben ön szintén élen jár. Mennyire fontos ez manapság az orvostársam számára itthon és külföldön? Publikáció mindig azért fontos, hogy megismerjék az embert. Nekem is közel 100 olyan közleményem van, egy harmada körülbelül angol nyelven, amiben a mindennapi tevékenységet, ami olyan érdemes, közlésre érdemes, azokat össze szokta szedni az ember. Egyébként az egyetemen van egy olyan dolog, hogy szinte kényszer, szinte évente kell egy közleményt. Ez nem tetszett az egyetemen. Akkor szeretek közölni, hogyha van mondani valóm. Tehát ha úgy érzem, hogy az annak van üzenete annak a közleménynek. Ezt messze túlszárnyalja például Zahár kollégám, aki jött. Ő neki olyan tudománymetri adatai vannak, ami sokszorosa az enyémnek. Tehát ezért mondtam joggal, hogy ő egy világhír lesz itt. És titkon az is, hát most nem titok, mert elmondom, az a célunk, hogy az ország első mozgásszervicen lepipálva az egyetemeket, az első számú központ legyünk. És ő ehhez mindent hozott magával a csípőtérdre. Tehát ez a realitás, nyilvánvaló, hogy ehhez kívánunk jó munkát neki is, önöknek is. Viszont az, hogy egy nemzetközi tudományos folyóiratban is nagyon fontos szerepet játszik, az szintén megerősítést jelent. Mármint, hogy az az út, az még nem ért véget, hanem tehát mindig van következő lépcső. Igen, de akkor tetszett olvasni az életrajzomat. Valóban, Journal of Clinical Orthopedics and Trauma, ez egy indiai főszerkesztővel működik. Na most elárulok egy titkot, ez a főszerkesztővel együtt dolgoztam Oswestry-be. Tehát az is kellett hozzá. Nem csak az, hogy az ember közölt, meg hát valamennyire elismerik a szakmába, hanem az is, hogy igazából egy barát vezeti a csapatot, mármint ezt a folyóiratot, és meghívott. Ha más vezetné, lehet, hogy nem hívtak volna meg, úgyhogy ezek így működnek. Jó, rendben van. Viszont ha kitekintünk Európába, az már nem úgy működik, hogy önmagában ugye valaki az Ortopéd Trauma Társaság tagja, idestova 20 esztendeje, és ráadásul tehát egy munkacsoport tagja is. Én azt hiszem, hogy ez egy, ha úgy tetszik, egy teljes embert kíván, tehát 24 órán keresztül ezzel kell, hogy foglalkozzék. Ez is egy nagyon érdekes történet, ha elmondhatom. A világszervezetnek, tehát a SICOT-nak a főtitkára korábban egy würzburgi emeritus professzor volt, Johann Eilert, aki minden kongresszuson a felállása megnyitón úgy szokott lenni, hogy névsorba állítják az országokat, és várjuk a beengedést, mindenkit bemutatnak. És 10-15 évvel ezelőtt egyik kongresszuson állunk sorba, és valami miatt nem indult a sor, mert húzódott a kezdés, stb. És ugye Hungary, Hong Kong, Germany, H betű, G betű egymás mellett voltunk, és beszélgettünk. És ennek a beszélgetésnek volt köszönhető az, hogy megismert ez alatt a, itt tudom én, fél óra várakozás alatt, és egyszer csak azt mondta, hogy nincs kedved bejönni a Nemzetközi Társaság ilyen-olyan bizottságába. De mondom, van kedvem bemenni. Ez például így alakult, hogy megint csak egy olyan véletlen, jó időben, jó helyen, természetesen kellett hozzá az, hogy ott legyek, tehát eljussak odáig, hogy ott sorba állhatok, mint nemzeti képviselő, mert Magyarország nemzeti képviselője voltam, azért álltunk sorba bemutatásra. A Jóistent mondom mindig, a Jóisten irányította az utamat. Kezdetektől az angliai ösztöndíjak, Székesfehérvár, külső tanszék, intézményvezető, főigazgató, valamilyen terve volt a Jóistennek velem. Meg annyi emlékérem
Lichenusokat lehetne ezekkel zengeni, a műsoridőben nem fér bele, hogy valamennyit felolvassam. Ez mindig megerősítést jelent, hogy mások is, szakmai társaságok természetesen észreveszik azt az utat, illetve azokat a pillanatokat, amelyek meghozzák a méltó elismerést? Hogyne, ezek is egyébként, ezt szerintem mindenki elmondja, lesznek itt még kollégáim, akik hasonló osztályvezetői pozícióban vannak, és az elismerések jönnek. Az ember csinálja a dolgát, és egyszer csak mondják, hogy fölterjesztettek erre, arra, arra. Persze, megerősítés, de nem azért csinálja az ember, hanem valahogy csinálja kezdetektől. Például soha nem néztem azt, hogy most, hogy főigazgató vagyok, látom, hogy majdnem mindenkit az érdekel, hogy mennyi a fizetése. Életemben nem néztem meg, hogy mennyi a fizetésem. Amikor nem volt egyéb jövedelme, akkor se figyeltem azt, hogy mennyit keresek. Csináltam a dolgomat, egy célom volt, szerettem a szakmámat, és mindig az érdekelt, hogy az ügy, egy ügynek a szolgálata érdekelt. És ezzel járt aztán pénz, járt fizetés, járt jó fizetés, járt ilyen érem, olyan érem. Ezek jöttek mellé. Ez egy üzenet is, mondhatjuk így, a kollégáknak? A fiataloknak. A fiatalok sajnos, tisztelet a kivételnek, nem ilyenek. 7:00-kor lejár a munkaidő és szalad tovább. Mi azt tanultuk, hogy addig maradunk, amíg el nem végezzük a munkánkat. Addig este az ortopéd klinikán 7-8 órán előbb nem mentünk haza. Ma már egy fiatal azt mondja, hogy őnek ettől eddig van a munkaideje. És van, aki azt mondja, és lehet, hogy jogosan, hogy igaza van, mert igaza van. De még sincs igaza, mert ezt a szakmát, a betegek szolgálatát nem lehet ettől eddig csinálni. Azt csinálni kell folyamatosan. Nos, hát úgy kezdtük, hogy mondd el a múltat, diagnosztizálta jelent, ez megtörtént helyek közzel. Most a jövőről nem kérdezem, hiszen itt vagyunk a koronavírus járvány kellős közepén, és sajnos van dolgok bőségesen. Én azt gondolom, hogy minden ember nevében köszönöm az önök tevékenységét, köszönöm, hogy itt vannak velünk a nap 24 órájában, ahogy ön is fogalmazott, és hát ehhez kívánok erőt, egészséget önnek. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon köszönöm a meghívást még egyszer. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra.